Köszöntöm nézőinket, lássuk, miről szól ma a fáma. Először húsvéti kalácsot és sonkát készítünk, majd egy rokoratórikus passiót nézünk meg, ezután egy magyar találmányt vizsgálunk meg, végül pedig Japánba látogatunk. Sonka és kalács. Ez a két étel biztosan megtalálható minden asztalon húsvétkor. De mi a jó sonka titka, és hogyan készül a finom házi kalács? A következő néhány percből kiderül. Az élelmiszer üzletek polcairól különböző ízesítésű és formájú kalácsot vehetünk le. De miért tennénk bolti kalácsot, ha gyorsan és egyszerűen elkészíthetjük otthon is? A Zsolnai negyedben a gyerekekkel együtt sütötték meg ezt a könnyű péksüteményt a húsvétra várva. Bakasára hobbi pék megosztotta velünk a finom házi kalács receptjét. 6 deci tej, jó meleg tej, 3, hát ha sós kalácsot akarunk, akkor egy nagy kanál. Egy ekkora kanál cukrot teszünk a fél liter tejbe, vagy a 6 deci tejbe, és teszünk bele egy élesztőt, azt hagyjuk, hogy felfusson, beletesszük a lisztet, és a lisztbe teszünk sót. Ha most a sós kalácsot akarunk, akkor ennyi só kell, ha édeset, akkor még teszünk 2 kanál cukrot. Jó? És akkor a másfél deci étolajat szoktam tenni, vagy aki vajjal szereti, az 10 deka vajat felolvaszt, és még beleteszi, és akkor vagy kézzel, vagy géppel kidagasztja. Amikor kidagasztja, akkor körülbelül így kell kinézni a tésztának. És akkor én nem szoktam megvárni, hogy így megkeljen egyszer, de ha van ideje annak, aki készíti, az ilyenkor is hagyhatja keleszteni. Na most a gyerekek itt várnak, és akkor ilyenkor nem. Csak ezeket így kicipózom. És mint cipót, engedjük, hogy kicsit keljen. És akkor, hát ebből készülnek a fonatok, és akkor a fonatokat összefonjuk, lehet hosszúkás kerek, és megkenjük tojással, és kisütjük. Tehát ez a klasszikus kelt kalács. Persze jobb, ha házi tejjel dolgozunk. Aki teljes kiörlésű lisztel szereti, azt is lehet, csak ott arra vigyázni kell az arányokra. Tehát teljesen 100%-os teljes kiörlésű lisztet nem szoktam használni. Lehet mondjuk inkább egy kis tönköllyel szelídíteni a teljes kiörlésűt. Tehát mondjuk a teljes kiörlésű legyen egy 40 deka egy kilónál, és akkor 60 deka tönköly, és akkor így most hagyjuk kicsit. Miután a tészta megkelt, a gyerekek is odasereglettek az asztal köré. Felkötötték a kötényt, és kezdődhet a munka. Először kis cipókat gyúrnak, majd sodornak 2 hosszú kígyócskát. Ezt a kettőt összefonták, és koszorút készítettek belőle. Ezután mindenki saját ízlése szerint díszíthetett. Mazsola, csokoládé és más finomságok álltak a gyerekek rendelkezésére. A legnépszerűbb az édesség volt. Mivel díszítetted a kalácsokat? Színes cukorkákkal és csokikkal. Ezután mehet a sütőbe körülbelül 25 percre 200-220 fokon. Nos, a kalácssal elkészültünk, következzen a sonka. Ehhez Szent Lőrincre utaztunk, ahol sonkaversenyt rendeztek. Budai Péter séf stábunknak elmondta, mi a jó sonka titka. Nézzen ki jól, legyen finom illata, legyen jó a fűszerezése, és amikor megeszem, akkor olvadjon el a számban, és akkor nincsen hiba a sonkával. A séf a sonka verseny bírája volt a rendezvényen, de más programmal is készült a látogatóknak. Tavaly évben is velünk volt már Budai Péter séf úr, aki amellett, hogy a zsűriben tevékenyen részt vesz évről évre, és szakmailag segíti a zsűri munkáját, helyi termékekből, helyi alapanyagokból mutatja meg nekünk, hogy hogyan lehet gyorsan, gazdaságosan finom ételt az asztalra tenni a családunknak. Úgyhogy ezt is hamarosan látni fogjuk. Ugye ez egy sonkavásár, tehát sok-sok sonka ételt fogok készíteni. De miután ez egy interaktív, hogy a nézők mondják meg, hogy miből, hogyan, meg ővelük való kommunikációból szűröm le, hogy mit szeretnének látni, ezért fogalmam nincs, hogy mit készítek. Biztos, hogy lesz sonkával ragú, csinálok sonkatekercset, de ezekben nyilván az a trüváj, hogy egy picit másképp, mint ahogy ezt megszoktuk. Budai Péter elmondta, nagyon sok mindentől függ, milyen minőségű lesz a sonka. Attól, hogy milyen állatból van, hogyan készül, milyen technológiával, hogyan érlelik, hogyan pácolják, hogyan sózzák, hogyan füstölik,
Tehát ez egy komplex, összetett dolog. Nagyon sok mindentől függ. Persze, amiről beszéltem, az a nyers sonka. Hogy mitől jó. A füstölt földsonka, hát az meg akkor finom, hogyha zamatos, hogyha úgy van megfőzve, hogy recsen, mint a érett dinnyel. Tehát vannak ilyen ismérvei. Tehát legyen jó a fűszerezés, legyen jó illata és olvadjon el a szánkban. Ezek a jó sonka tulajdonságai. És ugye már finom házi kalácsot is tudunk készíteni. Már csak a locsolkodókat kell várni és a dekorációkat feltenni a húsvéti hosszú hétvégén. Hétfőn este mutatták be a Pécsi Kodály Központban a Messiás.marok oratórikus passiót. Az átdolgozás hagyományos és mai elektronikus hangszerekkel kombinált. Az alkotók és a szereplők meséltek nekünk az előadásról, valamint annak megvalósításáról. Hétfőn este Pécset is bemutatták a Messiás.marok oratórikus passiót. Handel művének átdolgozásáról a szereplők és az előadás megálmodója számolt be stábunknak. Gyakorlatilag átdramatizáltam az eredeti zenei sorrendet aszerint, hogy a bibliai történet időrendben történjen, mert az eredeti Handel Messiásban nem sorban vannak, tehát nem lineárisan történelmi logika szerint vannak a dalok. A másik érdekesség, ami a napomban jutott eszembe, hogy az előadásban nincs Júdás, viszont mégis keresztre feszítik Jézus, tehát nem az egy bűnös elve, hanem a több bűnös elve működik ebben a feldolgozásban, ami egy szintén másfajta és érdekes dolog. És hát maga a zene, az elektronika és a hagyományos barokk muzsika kórussal, nagy kórussal, az Új Liszt Ferenc Kamarakórussal, Liszt Ferenc Kamarazenekarral egy nagyon érdekes, izgalmas elegyet alkot, úgyhogy ez tulajdonképp a történet, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól sikerült, mert minden fogadtatás nagyon pozitív. Az előadásban több ismert énekes, operaénekes és zenész is szerepel. Részben a Rockszínházas előéletem kapcsán kerültek bele olyan emberek, akik annak idején a Rockszínházban is dolgoztak, sőt a Jézus Krisztus Szupersztárban, erről van is egy kis vicces idézet. Csuha Lajos, Makarai Pál, Földes Tamás, ők most az Operett Színház művészei, Malek Andrea, Csengeri Attila, ők mind rockszínházasok voltak. James Karácsony János a Generálból, régi zenész kollégám, és a barokkot képviselő énekesek, Rácz Rita, Balog Eszter és Gábor Géza, ők pedig operaénekesek, illetve klasszikus hangképzést tanult, elsajátított énekesek, úgyhogy ez nagyon izgalmas keverék az éneklés stílusoknak. Rácz Rita az egyik operaénekesnő. Számára nagyon fontos ez a különleges előadás. Én a szoprán szólista vagyok ebben a műben, ami egy crossover, manapság ezt a szót divatos használni. Tehát ötvözzük a klasszikus zene és a rock zene műfaját, és összehozta Várkonyi Mátyás a kettőt. Valójában nem nyúlt hozzá az eredeti messiás műhöz, és ezért kérte azt, és ezért szerette volna azt, hogy klasszikus énekesek, opera énekesek szerepeljenek benne. Remek kollégákkal énekelek, Gábor Géza a basszus, Balog Eszter az alt, mellettem is Csengeri Attila a tenor. Tehát, hogy ez fontos volt számára, hogy klasszikus énekesek klasszikus hangképzéssel énekeljék az áriákat, és közben a rockzenekar alájátszik, amit ő fantasztikusan megkomponált. A közreműködő gárdában olyan közismert szereplőket találunk, mint Karácsony János James, aki stábunknak elmondta, hogy szerinte milyen mondani valója van az előadásnak. A nagyon gyorsan változó világunkban, ami most körülvesz bennünket, valóban egy ilyen történelmi jelentőségű név, vagy ilyen történelmi jelentőségű esemény, kettőt ugye össze van kötve, ráadásul ugye most lesz ugye a húsvéti ünnep, hamarosan. Azt kell mondjam, hogy mindenki gondolkozzon el a teremtés, vagy a létnek a fontosságán, vagy az erkölcs és a hit fontosságán. Ez a darab ugye a Handelnek a hatalmas
fantasztikus műve, ez már a múltban is, amikor megszületett, akkor is egy ilyen, azt gondolom én, hogy egy ilyen célzatú mű volt. A mai napig is abszolút mértékben igaz és érvényes és aktuális. A mi színreállításunk ugye ez szintén ennek a sorozatnak az egyik állomása. Azt kell mondjam, hogy én nagyon szeretek ebben a produkcióban lenni, dolgozni. A musical színpadokról ismert Molek Andrea is látható az előadásban. Én a Mária szerepét éneklem, illetve annak egy kicsit átgondolt változatát, és játszom is, és azért ez nagyon... Ez egy csodálatos, különleges dolog. Nyilván az ember tele van ilyen jelzőkkel a szakmája, a pályája során, hogy fantasztikus, meg különleges, meg csodálatos, de hát ezeket az igazán élt szereplőket, nem csak a történelem, hanem a vallástörténelem nagyon-nagyon nagy alakjait eljátszani, még akkor is, ha az ember nem vallásos, pláne, hogyha vallásos, azért az egy nagyon nagy súly és egy nagyon nagy feladat. Annak is örülök borzalmasan, hogy ilyen sokfajta műfaj van jelen a színpadon, egy színpadon, mert mindig meghajlok azelőtt, az ember előtt, aki ilyen vállalkozásokba belekezd, hogy egyszerre van ott egy óriási kórus, egy csodálatos kamarazenekar, egy rock felállás, egy 4 oratórium énekes, és a régi rockszínházas pályatársak újakkal egybekötve, és egy táncosok, fantasztikus tánccsoport, tehát ez egy ilyen felfoghatatlan színpadi lét. Rengeteg közreműködővel valósul meg ez a színpadi produkció. Szemenyei János színművész nagyon élvezi a csapattal a közös munkát. Én mindig nagyon örülök, hogyha ezzel a csapattal dolgozhatok. Ugye a rockszínházasokat ismertem, és engem kifejezetten érdekelt az, hogy ha klasszikus előadásba tudok benne lenni, úgy értem, hogy klasszikus zenével foglalkozva Winterize-t is csináltam, úgyhogy nagyon örültem, hogy Matyi gondolt rám, hogy én legyek Jézus és énekelhessek klasszikusan, Liszt Ferenc kamarazenekarral vagyunk együtt. Úgyhogy, de hát a régi rockszínházasokat megismerem, úgyhogy nagyon nehéz összeszedni ennyi embert, tehát iszonyatosan nagy menedzsment munka kell hozzá. Sándor Zoltán ezt nagyon jól abszolválja egyébként. Nagyon nehéz összehozni a csapatot, de itt nagyon örülünk egymásnak, amikor együtt vagyunk. A zene liturgikus bibliai szövege új magyar fordításban kerül bemutatásra. Az alkotók és a különböző műfajokból érkező közreműködők célja, hogy Händel csodálatos oratóriumát a különböző zenei műfajok kedvelőinek és minden korosztály számára élvezetessé tegye, eljuttatva így a csodálatos mű üzenetét az előadás nézőihez. Poli Univerzum, ez a neve annak az új játékcsaládnak, melyet magyar képzőművész talált fel. A játék lényege, hogy alapformákat illesztenek egymáshoz a játékosok, melyeken különböző alapszínek vannak felfestve. A játékformát a közoktatásba is szeretnék beilleszteni, így egy új pedagógiai módszerekkel lehet majd tanítani például a matematikát az iskolákban. Alapszínek, alapformák, geometrikus alapelemek. Ebből áll a Poli Univerzum elnevezésű játékcsalád. A gyerekek is könnyen megértik a játék egyszerű szabályait. Hogy így körbe rakjuk ezeket, hogy így összeillesztenek a színek. És kell, hogy a kör is stimmeljen, és a szín is? Hát nem mindegyiknek kell, de lehet. Mi a lényeg, mekkorát kell összerakni? Hogy ilyen nagy valamik legyenek. Ezt az innovatív játékformát Szakszon Szász János magyar képzőművész találta fel. Poli Univerzum elnevezésű játék egy jó értelemben egy képzőművészeti melléktermék. Én geometrikus festő vagyok, és a munkám során rátaláltam egy olyan művészeti módszerre, amit a természetből lestem el,
mégpedig olyan módon, hogy a kicsi formák, azok felépítik a nagyot, a nagyok a még nagyobbat, és így tovább. Körülbelül úgy, ahogy ez valójában az univerzumban, a mikro és a makrokozmoszban zajlik. Ezt később alkalmaztam a geometrikus képzőművészetben, és hasonló formákat építettem egymáshoz, miközben folyamatosan ezek a formák egyre kisebbek, egyre nagyobbak és még nagyobbakként kapcsolódtak egybe, tehát léptékváltásos formarendszerben dolgoztam. Volt egy dél-franciaországi ösztöndíjam, ahol működött egy pedagógiai műhely, és azt kérték, hogy az az alkotói módszer, amit én a saját festészetemben képviselek, próbáljam meg a gyerekek felé átvinni, hogy megértsék. És ekkor behoztam a formarendszerembe az alapszíneknek a kombinációs lehetőségét, és saját magam is meglepődtem, ugyanis a formáknak a léptékváltása és az ehhez rendelt színkombináció egy olyan formacsaládot hozott létre akarva akaratlanul, tehát a saját belső törvényszerűségei szerint, ami 24 elemből áll, miközben a forma ugyanaz, de a négy színnek a kombinációja 24 különböző elrendezést eredményezett. És innentől kezdve azt láttam, hogy ez már nem csak képzőművészet, illetve nem abban a formában, hogy ugye megfestek egy táblaképet, és azt kiteszem a falra, hanem sokkal több lehetőség adódik benne, de nem érdemes mind a 24 színkombinációs elemet megfesteni ugyanarra a formára, de valamit kezdeni kell vele. És először lemakettoztam kicsibe, saját kezüleg megfestve, és kezdtük tesztelni a játékot. Eredetileg úgy indult, hogy ez egy esztétikai képzőművészeti gyerek, csak gyerekeknek szóló játék, egy kaland, egy kis művészeti alkalmazás, de azt láttuk a tesztelés során, hogy úgy, ahogy az univerzumban is, hogy egy bizonyos kis részletét, kis szegletét látjuk, a tudomány ugye egyre mélyebb és mélyebb rétegeibe hatol bele a természet titkaiba, és ezt próbálja leírni, megmagyarázni. Ugyanígy a játék is egyre több és egyre mélyebb rétegeit mutatta meg, és kiderült, hogy hatalmas lehetőség van benne éppen a matematika és a kombinatórika területén. És ezt egyre jobban kezdtük úgy az iskolákban feltenni ezeket a feladatokat, hogy a gyerekeknek a éppenséggel a gyerekek maguk találtak rá egy olyan feladatra, amit addig még soha senki nem csinált, és matematika professzorok is tudományos művészeti konferenciák folyamatos meghívott résztvevőiként is, tehát a legmagasabb szinten is kezdtek vele foglalkozni, és eljött az az idő, hogy kidolgozzuk annak a lehetőségét, hogy hogyan ez az eszköz, hogyan tudna hasznos lenni a közoktatásban. Ezért az Erasmus Plus program keretében pályáztak a játékkal. A Poli Univerzum több előnnyel is szolgál, melyek fontosak lehetnek a gyerekek fejlődésében. Ilyen a logikai, matematikai vagy kreatív képességek fejlesztése, a csapatmunka és a személyiségfejlesztő hatás. Tehát a négyzetnek a másik négyzet minden oldalához, ennek a négyzetnek a négy oldalát tudom rakni. Ugye? De négy oldala van, tehát 4x4, vagyis 16 féleképpen tudom alap. Viszont mivel megfordítom, akkor megint egy más képet kapok, tehát akkor a 16-ot megszorozom 2-vel, vagyis 32, de neki is van egy fordítási lehetőség. És akkor 2x32, 64 különböző módon tudom ezt a kettő darab négyzetet összeilleszteni tele oldalra. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy el is lehet őket csúsztatni kapcsolódási pontok mentén, és így is föl lehet építeni nyitott rendszereket. És bár vannak alapszabályok, a játékot mégis szabadon lehet játszani, hiszen szinte végtelen kombinációt hozhatnak létre a játékosok. A színek és formák különbözősége pedig segít a kicsiknek maguktól felfedezni a léptékváltásokat. A japán kultúrával ismerkedhettek meg a múlt héten az érdeklődők. A PTE Nemzetközi Tavasz Program sorozata ázsiai napokkal indult, melynek ez volt az utolsó rendezvénye. Az egyetemen 98 japán hallgató vesz részt valamilyen képzésben, közülük többen szervezőként voltak jelen az eseményen. A látogatók különböző tradicionális japán technikákkal és különlegességekkel ismerkedhettek meg. Thank you.
Az elmúlt héten ázsiai országokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis ismét megrendezte nemzetközi tavasz elnevezésű program sorozatát. A hét utolsó eseményén a japán kultúrát mutatták be. Az egyetem egyik japán hallgatója néhány érdekességet árult el stábunknak. Japan is a far east country, is in Asia, and it's very traditional and we have a four seasons. Japán egy távol-keleti ország Ázsiában. Gyönyörű helyek vannak a szigeteken, nagyon jó ételek és szép ruhák, például ilyen, ami rajtam van. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az országomra. Ezt a ruhát Yukatának hívják, ez egy hagyományos öltözék. Általános viseletként is hordják, ezért nagyon kényelmes. Egy másik fajta ruha a kimono. A kettő között az a különbség, hogy a kimono inkább hivatalos viselet. Akkor szoktak ilyen ruhába öltözni, ha esküvőre vagy például temetésre mennek. Ez egyébként sokkal drágább, mint a yukata. A yukatában fesztiválokra és partikra is szoktak járni. Például tavasszal van nálunk egy hatalmas fesztivál, amikor virágzik a cseresznyefa. Ilyenkor leülünk a fák alá, ebédelünk egyet, beszélgetünk a barátainkkal, és élvezzük a gyönyörű tavaszi kilátást. Ezen kívül minden évszakban vannak fesztiváljaink. Télen például a hófesztivál, nyáron a tűzijáték fesztivál. Az évszakoktól is függ egyébként, hogy milyen látványosságokat érdemes megnézni. We have a festival each seasons. We have snow festival, we have spring festival, or we have summer festival like fireworks, these kind of things. Yeah. Ha például nyáron látogatsz el Japánba, akkor rengeteg fesztiválon vehetsz részt. Kipróbálhatod a street foodokat is, amik nagyon finomak. Ha pedig télen jössz el, akkor elmehetsz síelni vagy snowboardozni is. You can try some street food and it's really really nice. And if you go to Japan during the winter, you can try ski or snowboarding. Or hot spring. This kind of stuff. Az egyetem célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék a pécsiek a külföldi hallgatók országait. Ma Japán került fókuszba, ugye a nemzetközi tavasz során az egyetemnek az a célja, az egyetemnek ezzel a rendezvény sorozatával, hogy a városlakóknak megmutassuk mindazon értékeket, amivel ez a rengeteg külföldi egyetemista rendelkezik. Ma, tehát ahogy mondtam, Japán van fókuszba, itt a Király utcában, a Remény Sugár Kulturális Egyesületnek a helyszínén vagyunk, ahol, ahogy lehet látni itt mögöttem, origami foglalkozás van, mellettünk lévő teremben furoshiki technikájával ismerkedhetnek meg az itt lévők, ez egy ilyen japán tradicionális csomagolási forma, illetve teákat lehet kóstolni, és hát mivel szép számmal vannak japán hallgatónk is, az egyik japán hallgatónk, Misumi Makó fog egy rövid előadást tartani Japánról. A Japán napon három teremben három különböző foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Az egyik program az origami volt. Japánból származik az origami, ugye, mindenki úgy tudja, bár most már kutatások azért felfedezték, hogy azért a papírt, azt ugye Kínában találták föl, ahol föltalálták a papírt, ott valószínűleg el is kezdték hajtogatni. Mi ettől függetlenül a japánoktól vettük át ezt a hajtogatást. Magyarországon több mint 30 éve működik origami kör, országos origami kör, és több mint 30 éve szervezett keretek között gyakoroljuk ezt a dolgot. Mindenképpen egyszerűbb hajtásokkal készültünk, hogy mindenki meg tudja csinálni ugye ezeket a kis hajtogatásokat. Én személy szerint szeretem azokat, amik izegnek mozognak, és játszani lehet velük, és persze mindent haza lehet vinni, hogy otthon újra lehessen hajtogatni majd. A másik teremben az úgynevezett furoshiki technikával ismerkedhettek meg a látogatók. A furoshiki az egy csomagolást jelent, kendőcsomagolást. Ez a régi fürdőkendőkből kialakított, most már sejemkendőkbe, mindenféle más textil kendőkben csomagolnak ajándékokat, illetve hát készítenek belőle aztán táskát és szatyrot egyebeket. Itt most speciál az ajándékcsomagolásokat lehet kipróbálni mindenféle érdekes dobozzal, vázával, üveggel, minden, amit csak elképzelhető. Többféle anyag van, mert nem, én azt gondolom, nem mindegy, hogy mit, miben csomagolunk. Ugye, amelyek egy kicsit formátlanabb, mondjuk egy váza, azt nem nagyon tudjuk egy kemény kendőbe becsomagolni, mert nem veszi fel a váza alakját. Viszont ezek a japán gyűrt sejemkendők nagyon jól formálhatóak, és teljesen fel tudják venni az alakot, nagyon jó teherbírásúak, úgyhogy ezt lehet használni akár bevásárló szatyornak is, mert nagyon sok kilót elbír. Egy másik teremben teakóstolással készültek a szervezők. A szencsát, vagyis a hagyományos japán zöld teát, valamint a genmaicsát, egy pirított rizses zöld teát kóstolhattak meg az érdeklődők, ezen kívül teákkal kapcsolatos kérdésekre is választ kaphattak. A nemzetközi tavasz következő programja április 16-án kezdődik, akkor európai országokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.
Erről szólt ma a fáma, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!